itt vagyunk az overtime-mal, az Újpest számára az utolsó 5 perc a szezonban maximum, vagy ameddig nem ül valaki volt. Jonkor is hozzá burik, Jonkor László, belőle és Preskán. Én mindig ott van, hoppá, Preskán, majdnem egy öngol. Az Újpest számára ez az utolsó harmad, a Debrecennek pedig hát kezdhetik el tervezni az utat Miskolcra, Palmaszóra. Jonkor, Németh, Virág, Máté Csaba. Én mindig ott kaptam a korom, de csak csak egy kivágni. És indulhat Pál Órán, Preskán, Horváth András. Garbács, Horváth. Igor Radov, Preskán. Szóval is játszott egymással a két csapat sejtett, hogy Debrecenben akkor egy-egyet követően vagy büntetőkkel, vagy hosszabbításban az Újpest nyert. Na. Jonkor, Preskán, Horváth András. Jonkor, lesz, én már ragad nem jött ki. És így be is tudottak. Jonkor, Razov. Kerül korong. Die letzte Minute in der Overtime hat begonnen. Nem, rendesen. Támas. Büntetőkkel játszik az Újpest. Akkor azt is mindjárt megmondom. Ugye akkor szerintett a Debrecen. Kovács Attila és Németh Péter tudta tűzni a gólyával. Jonkor, tehát mondjuk már mindegy. Jonkor egyszer egy utalomjáték a Debrecenben. Balázs, mindig ott van, Preskán. De három másik tartozó, ha nem lesz jól, akkor az ütető fél, makrári. Máté! Csaba óriási kóra. Ma is minden kísérletet megérdemel a hazai csapatnál a kapus, hiszen hiába nem lesz hibátlan mérkőzése, de az ő teljesítmények köszönhetően jutott a Debrecen a 4-es döntőbe. Egyfőtött a makrári, hátállítja a Debrecen csapatát. Hoppá, Mokrai Jonkor utolsó pillanatban, 27 másodperc, Jonkor, Preskán! Akkor talán tudsak védeni. Ugyanis Kajak a másik oldalon. Telemán érik a büntetővés, Jonkor, na még egyet Balázs, Zsombor, egy lövés talán, lefárad a kódból Jonkor, ott a kapunagyóhoz, lehet ez már. Itt az uraszó, ami megmenti az Újpestieket az összetelős voltól. Na, hát akkor így jöhet az, ami még ebben a Magyar Kupa kiírásban nem volt, de hogy lehet büte az a büntetővésre. Hamarosan jövünk vissza, tehát a büntetőkkel nem ezen a kamikra.